mai fiatalságot a múlt nem érdekli. És kellene, hogy foglalkozzanak, mert hogyha a történelmünkből, hogyha nem tudunk táplálkozni, akkor hogy van jövőnk, vagy hogy lesz jövőnk? Az Értékmentők erdélyi sorsok című kisfilm ilyenek vetítésével kezdődött a hétfő esti program a Tolnai utcai könyvtárban. Ezt követően Kis Diana Magdolna és Plecser Ádám beszélgetett a közönséggel a kulturális értékmentés fontosságáról. Erről egyébként nem lehet eleget beszélni, sőt, sokat kell beszélni, de hát amit mi inkább vallunk, hogy még többet kell tenni. Úgyhogy egy kicsit ilyen élménybeszámoló, meg úgy a jövőre nézve, hogy ki mit tehet és hogyan tehet, és az egyén hogy tudja ez egészhez hozzátenni, hogyan tudja önmaga is felvértezni magát olyan dolgokkal, vagy olyan képességekkel, hogy tudjon valamit tenni a kultúráért, a közös ügyért, hiszen hát a kultúra egyébként az egy közös dolog, és nem az van, hogy egyének ott valamit próbálkoznak. Kis Diana Magdolna a Vörös Marti Színház színésznője Székesfehérváron született. A közönség mind a színpadon, mind pedig a mozivászlón számos szerepben találkozhatott már vele. Mint a színművész mondja, a kulturális értékmentés fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni, és fontos, hogy a kulturális érzékenyítés minél fiatalabb korban kezdődjön. Számomra a kultúramentés az a fiatalságnál indul, és amit tényleg fontosabbnak tartok, hogy a színházban is például beavató esteket és beavató színházi előadásokat készítsünk, hogy már úgy érkezzenek a felnőtt korba, illetve az életük elejére a fiatalok, hogy majd amikor egyszer ide eljönnek, akkor tudjunk visszafele is beszélgetni a kultúra megmentéséről. Mint az Értékmentők csapata elmondta, az idei évben szeretnének a színház mellett a könyvtárak irányába is elmozdulni, és a kis közösségeket erősíteni a városban, hiszen ők a kultúra motorjai az egyes településeken.